Sziasztok! Szóval arra gondoltam, hogy a csatorna a 10. szülinapjára én is csinálok egy vlogot, csak hogy megmutassam, hogy mi újság van velem, és hogy milyen az élet Koppenhágában nyáron. Én most végeztem a suliban 2-3 hete, és múlt héten végeztem az előző munkahelyemen is, ami diák munka volt, szóval már nem tudtam folytatni, úgyhogy nem vagyok diák. Úgyhogy ez az első hetem, hogy nem csinálok semmit, és hogy hivatalosan is munkanélküli vagyok, úgyhogy valószínűleg nagyon jó lesz. Szóval egyébként hétfő reggel 10 óra körül van, lefürödtem, elkészültem, és most fogok reggelizni. Egyébként ez a szobám. Amikor 2 éve csináltam egy vlogot, azt hiszem, hogy ez egy vlog volt, akkor szerintem nagyjából megmutattam, hogy mi a helyzet, nagyon máshogy nézett ki valószínűleg. Szóval, ez egy gyors room tour. Általában amúgy nem vagyok éhes reggelente, vagy hogyha igen, akkor így nem tudom, hogy mit ennék. Szóval most kicsit kényszerítem magam, hogy egyek, mert ugye muszáj. Úgyhogy csináltam egy kis rántottát, kávé, legrosszabb kenyér, ezt ne is nézzétek, vitaminok és víz. Szóval el kellett intéznem egy telefonhívást az adóhivatalnál, csak hogy tudják, hogy már nem dolgozom, szóval megváltozott a bevételem, és már nem is vagyok diák, úgyhogy ösztöndíjat sem kapok már. Ahogy a rendszer működik, minden bevételből levonnak egy bizonyos mértékű adót, ami valamennyire személyre szabott, úgyhogy fogalmam is pontosan, hogy működik, de a lényeg az, hogyha bármi változtatás van, akkor jó, hogyha szólunk nekik, mert akkor ahhoz fogják igazítani, hogy ugye mennyit vonjanak le, és mivel nincs bevételem, ezért nem vonjanak le semmit, vagyis hát csak hogy tudják. És nagyon segítőkészek voltak, igazából tök gyorsan megvolt az egész, csak hogy megváltoztassák az adataimat, és egyébként van félretett pénzem is, de mivel munkanélküli vagyok, és mivel a legtöbb diák miután végez munkanélküli, ezért fel vagyok iratkozva ilyen segélyszolgálatra. Mindenki, aki frissen végzett, és még nincsen munkája, kap egy kis segélyt, szóval ez tök jó, de azt sem teljesen tiszta, hogy pontosan hogy működik, úgyhogy ezt a reggelt arra akartam szánni, hogy ezeknek utána nézzek, és ezeket elintézzem, mármint, hogy már bőven korábban elkezdtem utána nézni, meg elintézni, de mindig van valami. Úgyhogy ezzel most megvagyok. Még egy kávé. És egy kis munka. Megmutatom, mit fogok csinálni. Szóval a gyakorlatomat ennél a cégnél végeztem egy pár hónappal ezelőtt. Ez az egyik boros üvegük, ami újra tölthető. Szóval ebbe csapolják bele a bort tulajdonképpen, ami egy nagyon fenntartható módszere a bor szállításnak, és tárolásnak, és terjesztésnek. A minősége teljesen ugyanolyan, és mindegyik természetes, és mindegyik organikus. És szerettek volna egy új ilyen üveget az új logóval. Ez a régi, mármint, hogy a csirke, tyúk, kakas, az maradni fog. Viszont megváltozott a szöveg. És én pedig ezt ilyen gyertyatartónak használom. Szóval ezen dolgoztam a hétvégén, és van tőlük még egy másik feladat. Boros poharakra szeretnének valami pici mintát, és azt rám bízták, hogy pontosan mi legyen, úgyhogy most ehhez fogok inspirációkat gyűjteni, és vázlatolni, és kitalálni valamit. Egyébként ugye azt mondom, hogy most éppen nincs munkám, szóval ez csak egy ilyen külön megkeresés volt, hogyha ráérek, akkor megcsinálnám-e nekik, mert egyébként nincs tervezőgrafikusuk, szóval én kisebb projektekre fel szokták kérni, bár már ugye nem dolgozom ott, vagyis hát a gyakorlatomnak vége.
Na most konkrétan rohannom kell, mert elfelejtettem, hogy fél ötkor lesz edzésem, és nem ötkor. Úgyhogy gyorsan megebédeltem, és indulok is. Ja, amúgy esett az eső, pont hogy sírtak jó. Na szóval próbálom kitalálni, hogy mit vegyek fel. Szerintem a póló, és a nadrág az ez lesz. Talán ez a blazer. És van az a szürke, egyszerű. Szerintem ez lesz amúgy, ez megy az egészen. Szóval ez a végleges szett, nem tudom. Egyébként Laurával megyek találkozni, akivel osztálytársak voltunk, és nagyon jobban lettünk már egy pár hét után, és most egy ideje nem láttuk egymást, úgyhogy elmegyünk borozgatni és beszélgetni. Szóval a tegnap este egy kicsit túl jól sikerült, mert nagyon későn értem haza, és kicsit másnapos vagyok, és mindenem fáj az edzéstől, szóval eleget aludtam, most már délután van, és csináltam magamnak egy kávét, meg egy bozaszörpöt, és most dolgozni fogok egy kicsit. Aztán meglátjuk, hogy még mit hoz a nap. Nagyon összeszedtem magam, hajat mostam. Kiporszívóztam, mert mindig tele van a szobám hajjal, miután hajat mosok, vagy csak úgy élek. És arra gondoltam, hogy most kitalálom, hogy miket fogok enni a héten, mert amíg suli van, meg dolgoztam, addig általában menzen voltam, vagy csak így össze-vissza ettem, most viszont, hogy szinte minden nap itthon vagyok és főzök. Meg reggelizek, meg vacsorázok, ezért ki kell találnom. To už letva. Szóval a mai napra kettő tervem van. Az egyik, hogy haladjak a portfólió weboldalammal, amit elkezdtem már egy pár nappal ezelőtt, és jó lenne, hogyha meg lenne munkakereséshez is, meg csak úgy amúgy. A másik pedig, hogy fessek. Vettem két nagyobb vásznat még múlt héten, és azóta ott várakoznak. Szóval, hogyha túl vagyok a napi weboldal adagon, akkor szerintem festeni fogok valamit. És egyébként, ugye, vagy nem ugye,
a tanulmányaim alatt is leginkább weboldalakkal foglalkoztunk. Az én szakirányom az front-end development volt, szóval nagyon sok oldalt csináltunk, nagyon sok mindent tanultunk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy először egy kis szünetet akartam tartani azután, hogy végeztem, és így többet nem ezzel foglalkozni. De aztán így, ahogy vége lett, és főleg motivált lettem, hogy csináljak valamit magamnak is, és ne csak vizsgákra és beadandókra, szóval most ezért is akartam megcsinálni ezt a weboldalt. Ahol így minden, amit valaha csináltam, fenn lesz. Szóval azt hiszem, hogy megoldottam az egyik, vagy első, legnagyobb problémát, ami adódott, miközben csináltam a weboldalt. Már a legelején csak túl akartam lenni a nehezebb részén, és napokig el voltam vele akadva, de azt hiszem, hogy sikerült rájönni, hogy mi volt a hiba. Vagy nem is rájönni, hogy mi volt a hiba, igazából nem tudtam, hogy kell pontosan csinálni. De most nagyon örülök, hogy jó úton járok szerintem, és megnézzük, hogy így sikerül-e ezzel tovább haladni. Szóval a jó részében még benne se vagyok az egésznek, hogy jól nézzen ki, és nagyon alap felállása van. De mindenképp szerettem volna egy biztos talapzatot neki, és azt hiszem, hogy ez hamarosan meg lesz. És aztán kezdek el majd a külsővel foglalkozni. Na végül már csak a weboldalra sikerült haladni. Annyira belelendültem, hogy úgy döntöttem, hogy inkább majd holnap festek, és most este 7 van és megyek edzésre. Szóval gyorsan összekészülök és indulok. Az idő még mindig elég hideg. Kb. Mint ami áprilisban volt. Ilyen 16-17-18 fok, azt hiszem. Úgyhogy nem a legjobb. De semmi baj. Ez kell. Csak úgy mutatom, erre jöttem haza. No matter your skills as a promoter, you can't organize an ostrich race with just one ostrich. Am I right? Még akartam egy kicsit olvasni elalvás előtt, és most fogom elkezdeni ezt a könyvet, amiről hallottam, hogy jó. Elkezdtem könyvtárba járni egyébként, és ez nagyon jó döntés volt, mert így van egy határidő, hogy mikorra kell valamit befejeznem. Az előző könyv ez volt, amit már ősszel elkezdtem olvasni, de mivel nem volt ugye egy határidő, azért így sose fejeztem be. Viszont nagyon tetszett. Az alatt pedig ezt. És ezt a kettőt holnap viszem vissza. Erre hónapra pedig van ez. És még egy. És talán fel fog szabadulni még egy pár, mert így ilyen sorban állás van a könyvekhez. Úgyhogy nagyon jó. Szóval a mai első progi egy kávé lesz.
kávé. Szóval kávézni megyek egy lányjal, akivel múlt héten találkoztam egy eseményen, és megbeszéltük, hogy kávézzünk, szóval oda megyek most, és ez a szett. Szerencsére a hely egy ilyen 3 perc biciklizésre van tőlem, és még sosem voltam itt, szóval kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Amúgy 13 fok van, nem hiszem el. Na végül majdnem 1 óra van, szóval kb. 3 órát beszélgettünk. Nagyon-nagyon jó volt, és remélhetőleg még majd találkozunk. Voltam a könyvtárban is visszavenni a könyveket, és felvettem egy csomagot is, ami most érkezett meg. És itt egy nagyon szép rét megöttem. Szóval rendeltem egy bikinit, úgyhogy lássuk, hogy milyen. Csak egy sima, egyszerű fekete bikinit szerettem volna, mert jelenleg egy bikinim van itt, és az összes többi otthon, meg már elég régiek is. Úgyhogy ezt rendeltem, és nagyon tetszik, hogy ez nem nyakban megkötős, hanem ilyen egyenes, mert úgy érzem, hogy egyébként szélesíti a vállaimat. De szerintem abban tök jó lesz strandolni, barnolni, hogyha kisüt a nap. Amúgy egész napos idő volt, meg strandidő volt egészen múlt hétig, szóval szokott ez jobb is lenni. Na jó, eljutottam oda, hogy fessek végre. Megint kicsit akartam haladni a weboldallal, de elég volt, tudni kell, hogy mikor kell nemet mondani, egyszerűen kell egy kis idő. Lényeg a lényeg, hogy fessünk. Nem tudom, ja, az volt az elképzelésem, hogy festek valami nyári képet. Vagyis nem egy nyári képet, de egy nyár és fügék inspirálta képet. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd ez hogy alakul. Ja, úgyhogy lássunk is neki. Szóval tegnap kicsit beteg voltam, úgyhogy egész nap csak az ágyban feküdtem, semmi konkrét, csak szerintem kimerültség. Aludni akartam leginkább, és enni sem nagyon volt kedvem, de a mai nap már jobb, úgyhogy összeszedtem magam, hajat mostam, stb. És most be kell, hogy rakjak egy adag mosás, aztán amúgy nagyon szép idő van. Szuperül látszik. Szóval végül nem bírtam nem a portfólióval haladni, mert nem nyugszom, amíg meg nem oldom a problémát, és még mindig
nem néz ki túl jól, de legalább megkapja az adatokat, amiket szeretnénk. Ami tök jó, és ezek mind csak ilyen teszt képek, szóval azért is néz ki borzalmasan, de legalább itt oldalt látom, hogy mindent úgy csinál, ahogy szeretnék, ami nagyon jó, úgyhogy kicsit megnyugodtam. Tegnapi nap egész jól sikerült, végül sikerült haladnom a projekttel, sikerült napoznom egy kicsit, olvasni a teraszon ilyesmik, viszont már beérett a sok készhasználat. Nem tudom, egyébként nagyon sokszor volt ez a problémám évközben is, hogy a sok gépeléstől és csak attól, hogy nagyon sokat használom a kezemet, kicsit bedurran ez az én. Úgyhogy a mai nap szerintem csak pihentetni fogom, igyekszem semmit nem csinálni, amihez használnom kell, ami szerintem szóval nem tudom, hogy mi. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt talán egy jel, hogy itt zárjam le ezt a heti vlogot, úgy érzem, hogy elég sok mindent csináltam, bár a legtöbb mindent itthon, szóval érdekes. Lényeg a lényeg, hogy nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy velem tartottatok egy hétig, és remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy ti is hol vagytok, és találkozunk két év múlva, nem tudom.